Jó reggel, Vietnám, üdv a csatornán, ne haragudjatok gyerekek, új mikrofon van, remélem nem volt egy kicsit se hangos ez a dolog. Na, Alpha 16, megszavaztátok, igen. Gyakorlatilag szerintem nem is írt senki olyat, hogy ne legyen Alpha 16-os gameplay sorozat, szóval az elejétől fogjuk kezdeni, és egy-két dolgot így elárulok, hogy hogy fog ez zajlani, mivel újra kezdem. Egy az, hogy újra fogom kezdeni, mert az előző ugye rész az gyakorlatilag csak egy ilyen Alpha 16-os teszt lesz, lett, és akkor még, basszus, igen, ugyanazon a beállításokon maradunk normálon, meg ugye 64 zombi, amit ezelőtti videóban láttatok, és elmondom, miért nem emelem a nehézséget, mert Joe azt mondta, hogy baró nehéz lett, többek között azért, mert most már nem lehet trükközni a szerszámokkal, gyerekek. Mármint nem tudsz nagyon jó szerszámot gyártani a legelején, olyan trükkel, hogy gyakorlatilag folyamatosan gyártod a szerszámokat, mert ettől nem fog növekedni ez az érték. Mindig 25-ös szerszámot fogsz gyártani, addig, amíg nem raksz pontot erre a gyakorlatilag a skillre, értitek? Akkor, hogyha nincs megfelelő képességet, nem fogsz jobb szerszámot gyártani, hiába gyártod folyamatosan a szerszámokat. És emiatt ugye a játék legeleje nem szól másról, mint szívásról. Nem tudsz bázist építeni, mert szarok a szerszámai, nem fogod tudni befogadni magad a földbe, gyakorlatilag egy csomó minden miatt így szívni fogsz, meg még ráadásul nehezebb is lett a játék, ugye alvóz zombik az épületekbe, meg még egy csomó minden. Na gyerekek, hova kerültünk? Igen, nem tudom hol vagyok. Micsoda jó környék, gyerekek. Ez tetszik. Ott van egy város? Jó, látom, hogy ott van egy város, gyerekek. Valami van ott. Na, nagyon föl vagyok pörögve. Szóval 25-ös szerszámot tudsz gyártani. Egész addig, amíg ugye nem lépsz szinteket, és nem raksz rá pontot. Szóval nehezebb lett az egész. A legelején a játéknak nem tudsz bázist építeni normálisat, úgyhogy érdemesebb behúzódni valahova, és akkor nomádkodni. Aj, de jó néz ki az a házat, mi? Oh, gyerekek, nagyon imádom. Csináljuk a küldetéseket, ugye, hogy kapjunk skill pontot, és akkor tudjuk, ugye, hol van például a bolt. Igen, akar csinálni bedrolls, craft. Jó, gyerekek, gyűjtsünk fát, követ, ugye. Meg ugye, mindent. Meg ugye, basszus, vannak most ezek a keselyük. Nem tudom, hogy mi lesz, nem fogom újrakezdeni, hogyha megdögnünk, akkor se. Én úgy érzem, hogy nehéz lesz. Joe mondta, hogy 8-6, meg pedig ő ilyen 4 órákat tol bele a játékba napi szinten, jó nyomja, de mégis azt mondta, hogy ez keeper, ez most kemény. Oké, ezt megcsináltuk, ezt a küldetést, ugye? Mit kell csinálni most? Hoppá. Valószínűleg, hogy a csákányt. Figyeljünk közben. Azt a házat kilutolhattam volna, gondolhattátok volna, de meg akarom nézni. Az a szitu, hogy marha gyors akarok lenni ebbe a részbe, hogy le tudjak telepedni már. Valahova. A letelepedés az mindenképp úgy lesz, hogy ugye valamilyen szinten nomád környezet lesz. Mármint nem fogok saját bunkert építeni, tudni, nem fogok, mert az necces. Ezért valószínűleg, ott az a ház, az tetszik. Megmondom őszintén, az a ház, az tetszik. Követ nem látok, egy darabot se, basszus, annyira itt ez a talaj. Töltögetés, a sokadás még fennáll, viszont az FPS, mintha jobb lett volna most. És pont egyébként nem. Ja, hogyha betöltött, akkor mintha jobb lenne. Viszont most nagyon padlóra toltam a grafot. Zsini. Egyedül ezt a motion blurt én nem tudom elviselni, a gyerekek, ne haragudjatok. Aki oda nézi. Bevasal a kocsi az utat, de jó néz ki. Na, nézzünk körül. Hát igen, kéne egy ilyen valami csoda. Small stone. Hol van small stone? Ott van egy small stone. Ó, ez meg a legjobb. Ez meg a legjobb, gyerekek. Ezt nagyon kell keresni, ugye, mint hogyha azt látnám, hogy nincs annyi. És komolyan mondom, régebben annyi volt, mint a sár ilyen, és most meg nincsen. Legalábbis én nem veszem észre, vagy pedig ezen a biomon nem veszem észre, és mi az a hely? Azt a betyár, mi az a hely, gyerekek, mi az a hely? Az konkrétan egy baromi nagy város, ugye? És most már látjuk. Jó, igen, akkor innen húzunk a vérbe. Mi a szar ez, gyerekek? Ez mi? A város ez. Város ez, de ilyen képítési város, én még nem is láttam. Ez nagyon jó. Nagyon szuper, de innen szerintem el kéne tiplizni. Jó, menjünk innen. Ott a... nem tudom, merre menjek, várjátok.
itt van ugye a map széle arra. És akkor már csak arra mehetek be. Ott az mi? Ott is van valami. Van valami nagy torony, vagy micsoda, meg ott is van valami nagy épület. Arra fele. Valami nagyon masszív épületet kéne találnom, az az igazság. A masszív épület az ugye tényleg masszív legyen, hogy bírja a zombi hordát is esetleg. Mert ugye az első 7 napot, amikor megpróbálnám, ott tölteni. Hoppá gyerekek, hoppá, itt van valami. Izékre, marhára kéne figyelni, alvó zombikra ugye. Most már vannak farkasok is, úgyhogy tök jó. Ja, a kesejükről meg ne is beszéljünk. Ugye itt körülnézek, hát ha tudunk valamit szerezni. Nem látok alvó zombit. Nem látok alvó zombit. Szóval nem olyan hatalmas lootok lesznek itt a legelején a játékban. Hát ezt is elvisszük. Nem tudom, amit lehet. Ezt is ugye, aztán be lehet szkreppelni széket. Jó, lesz belőle fa, gyerekek. Itt nem volt, nem volt nyerő a dolog. Szóval még mindig kéne kettő small stone és azon az biomon, én egyszerűen nem látom meg. Ugye nekiállom ütni ezt a fizét követ, így, aztán így is ad. Jó. Akkor kellene egy ilyen stone axe. Ox. Oxe mi? Ó, ezt szerintem nem látom meg ezen a helyen ezeket. Csinálom a küldetéseket folyamatosan mindenképp. Ruaci. Oké. Okay. Ja, lehet, hogy azt a házat megnézem magamnak, gyerekek. Meg kell nézzünk azt a kecót. Csak azt nem tudom. Hogyha én most például... várj, megvan a szerintem a stone-axom, hogy ne lenne. Ezeket meg fölvesszük. És már tök jó, hogy nem kell kattogatni, hanem gyors billentyűvel is tudod csinálni. Na, azt akartam mondani, hogy... 26-os ruhát csináltam, most komoly? Várjál már. Akkor mégiscsak ez nő. 27-es ruhát csinálta. Hát Joe nekem azt mondta, nem... Mondjuk lehet, hogy a ruhák igen, de akkor a fegyverek nem. Majd csinálunk még. Jó, nekem azt mondta, hogy nem nőnek. Látszik akkor a ruházat, ez meg igen, akkor az hogy lehet? Ja, most ezért kell csinálnom. Bunkós botot. Ez fegyver. Megflip. Király. Ezt meg lehúzom ide, na. Jó. Eddig nem sok mindent csináltunk, gondolhatjátok. Megnézzük azt a házat, aztán hát, hogyha ott az nekünk jó lesz. Ott is van valami, mi a szar az? Mi az a nagy épület ott? Meg kellene nézni azt, az a ház, az maradjon már. Megnézzük azt a nagy épületet, ha valami hülyeség lesz, valami szar. Na, arról ott kell megcsinálni, meg izajét, az jó. Kevin 2? Mi hiányzik? Izé, minden hiányzik, mi? Várja akkor. Gyűjtsünk követ meg izajét arrónak. Ja, megnézzük azt a nagy épületet, ha valami hülyeség, akkor vissza tudunk jönni még a picihez. Nagyon lassan adja egyébként a cuccot. Ugye most már írták a patch notesbe, hogy hatványozottan számít, hogy milyen fegyver, milyen szerszában ütött, hogy acéllal vagy vassal. Most már mi egyre jobban számít. Nem úgy van, hogy mit tudom én, kőszerszában is ugyanannyit ki tudsz nyerni, vagy... Ezt a pici házat meg nem akarom most utolni, mert tudom, egyébként ezt ismeritek, tudjátok milyen ez a ház. Már találkoztunk ilyennel. Nem olyan túl sok lud van benne, inkább meg akarom nézni a komolyabb dolgokat. Most meg követ is kéne szereznem, az meg... Jó lenne, találnék ilyen izét, tudod? Mond vannak azok a köves valami csodák. Remélem a hangerő az jó így a játékba. Új mikrofonnal nyomjuk ugye. Ezt is. Csináljunk néhány arra volt. 31. Még egy kellene csomó kő, mert úgy látom, hogy elég sok tollam lett. Nem tudom az mi. Ott az épület. Ilyen háromszög alakú. Nem tudom, hogy mi. Az nagyon érdekel, hogy most mi lesz az. Közben craftolok.
És a Wood van, hogy azt... Jó vagyunk. Oké, gyerekek, akkor megyek arra, azt megnézzük. És már van ugye kétfajta fegyverem, a fegyvereket előre rakom. Jó. Kukoricát összeszedem. Na, azt az épületet ott a távolba, azt nem tudom micsoda. Tudok zoomolni? Aha, van, tudok, jó. Jó, közben gyártja. Kukoricát szedünk. Nem tudom, basszus, életemben nem láttam olyan épületet. Jó lenne egy olyan épület, ahol le tudnék táborozni, és nagyon jó védhető. Nem kell túl nagynak lennie. Na gyerekek, az mi? Szemétturkálás, az alap. Az mi a szarott a távolba? Nem tudom, az valami hegybe vezető ilyen bejárad, vagy mi lesz? Ti is kíváncsi vagytok, ugye? Én marhára. Ott egy zombi jobbra. Szögek. Jó, hát ezek az alapban úgy a szkrepelésre majd jó elhasználom. Nem tudom mi az, vaza, még innen se látom. Az nem város lesz. Az valami ilyen épület. Ami marha nagy épület. Mi a fasz lesz az? Mi lesz az? Kicsit, mint a jobban bírna a karakter, mint régebben. Ez mi? Nem van, kigyó, öcsém. Ne szórakozzál, more. Nem van, hogy kigyó. Hülye vagy, ne szórakozz. Mit csináljak ezzel? Meneküljünk. Nem hiszem, hogy kigyó. Apám. Jó, van, ezt is jó tudni. De viszont, hogy ez mi? Az a baloldali, az nem tudom mi. Ez egy város, azt már látom, de az a baloldali, az mi? Szerintem az egy foci stadion. És ez a baloldali, ez a pici épület. Gyerekek, itt körükön néznem, érzem ma. Jaha, ott meg az már a zöld terület, oda nem lehet rámenni. Na, itt vannak épületek. Körül kéne nézni egy kicsit, igaz, még nagyon gyengék vagyunk. Hát, ha valami jó utat tudnánk szerezni. Ah, az egy futballstadion. Lelátó, ott van, amerikai foci. Ott vannak a kapuk. Itt meg egy cheerleader zombi, hogy legyünk frappánsak, mi? Gyere ide, baby. Hát ez az tele van sovankodva. Csöcsök azok vannak. Csöcsök vannak, mi? Jaj, mi van nála? Rövid gatya, az pont jó. Pont nekem köl. Hoppa, mi ez? Valami van itt. Nézzük háttól. Ez is ugye téglaépület, ezt se lenne rossz védeni. Nem tudod? Lehet, hogy vannak benne alvó zombik, mi? Egy kurva életben mi volt ez, baze? Ude beszartam. Ez mi? Segítek kijutni, baze? Sanyi? Szeretem ezt a bugot a játékba. Haja? Hagyja neki, Sanyi! Csidlődő zombi, ez is az volt. Hát meg, de tényleg az izék. Mi az van? Biztos meghallotta, hogy itt egy zörgök. Itt egy szép. Ez komplett téglaépület, úgyhogy nem olyan rossz. Valami horkol, esküd.
Gyerekek, itt még van egy hülye, aki alszik. Ez nagyon jó, hogy lehet izélni. Az alvókat így az agyon lehet csapni. De megette a... Ilyen vagy ki a fasz? Esküszöm, bazd, hogy gyerekek, én befaszarok ebbe a játékba van. És ez Hole Hunter. Kezdi hunted. És hunted is vagyok, és hogy? És hol? Félek. Komolyan. Jaj, az meg. Jaj, de megettem, mi ez a hang? Komolyan mondom, megőrülök, mi ez a hang? Tönkre ment, szétszedem. Csinálok újját. Csinálok egy újját. Megnézzük, hogy javul-e. De szerintem nem fog. Gondolom. 25-ös, aha. Akkor a szerszámok és a fegyverek azok nem. A ruhák azok igen. Jobban néz ki a frém. 3D-sebb, nem olyan csúnya. Na, ott egy hülye. Ez jó is lesz, hogy itt van. Ó, bazd meg! Ez milyen zombi? Olyat még nem láttam. Everem a lábadat. Nagyon nyár picsáját. Mi a fasz ez a hang? Olyan durva hangjuk van ezeknek újabban. Hova tűntek? És ezek hova tűntek, gyerekek? Öcsém, de... Kemény az a gyereke. Milyen punk zombi vagy mi? Punk zombi, ha. Jó van. Jó a buli. Gondoltam, nem sok minden lesz itt. Jó van, gyerekek, szerintem ez nem lesz jó nekem ez a hely. Nagyon sokan vannak, nagyon közel van a izé. Mondjuk úgy, hogy a város. Kis vidéki területre kéret. De most ez megint hol hörgött, bazza? Néha nem jövök rá, hogy ezek hol hörögnek. Biztos igazok van, jó van. Na jó van, gyerekek, szerintem a letelepedés téma kéne 13.30. Ez a baj, ezen a részen iszonyat sok zombi van, úgyhogy itt szerintem nem kéne erőltetnem, hanem visszamegyek addig a házig. Tudjátok, addig a volt ott egy ilyen távolba lévő ház. Na, oda beveszem magam, és akkor ott megpróbálkozunk túléléssel egy pár napig. Aztán onnan esetleg ugye ki tudunk mozdulni, meg ugye akkor talán szintet lépni, meg minden. Kéne gyűjtenem, meg akkor woodframe-et akarja, hogy csinálják, de hát ez valószínűleg akkor ott a háznál meg is csinálom.
Kicsit hangos a játék, remélem nem zavar benneteket. Megjelölöm így nagyjából. Szóval megyünk akkor oda. Ott van, farkas van, ott egy farkas, jó van. Jó van, a basszus most már kigyó is van, meg farkas is, ez nagyon jó. Ja, meg kaktusz. Az meg a keepernek a nagy kedvence a kaktusz. Itt mi van itt? Oda nézze, itt pont útközben esik valami épület, ott volt előttem. Szemétlen lassan szedi a dolgokat, gyerekek. Nagyon meg kell gondolnom, hova fogok letelepedni. Pedig itt, mintha láttam volna valamilyen objektet. Ja, itt egy ház van. Ott van egy az rendőr zombi, komolyan. Jó, hama. Valamire erre voltam. Aha, jó. Gyerekek, éhes a karakter, de még annyira nem, 75%. Jó, tetszik ám egyébként nagyon, csak kicsit elvezve érzem magam most így ennyi idő után, hogy megint itt 10 év vagyok, egy csóróskodok. Aha, itt van, ott van az a nagyház. Na, arra a nagyházra gondoltam. Ott, ami távolban van. Ott megpróbálhatnánk túlélni közben, akkor nem tudom, itt lassan sétálgatok. Az mi ott? Ott egy katonai bázis, figyelj ide. Az a sátor, az tudja, hogy katonai bázis, ott 10 év vannak katonák. Szóval ott szokott lőszer is lenni, tudod. Itt van minden, mint a bucsúból. Pihentetek, azért vagyok lassan most. Hülye zombik. Nem tudom, hogy van módosítva a viselkedésük, lehet, hogy kicsit ügyesebbek, meg keményebbek. Ezek az autók viszont sokkal jobban néznek ki, meg igazából szerintem kb. Az meg hülye farkas. Jó, most futás van, nem nézek vissza, addig meg el nem fogy a sztaminám. Jobban nem tudok kitalálni. Nem állok meg, nem tudom, hogy mögöttem jön el hülye. Ez azért jó volt most ez az autó. Nehogy... Félek ám, mint a szar. Hogy föltalál. De ne az autót is kialattad. Jó van, gyerekek, mázli van. Csak az a baj, most nincs semmi meg. Kéne egy csont, bazd meg, bébi vagyok, húzz innen. Kellett volna egy csontot kinyernem valamik zombiból, mi időbe? Jéj. Várjál, nem ezzel kérek, hanem... Jó, csináljunk egy csontkést. Nem csak scrappeljünk, gyerekek, párjatok. Viszont ezeket azért scrappelem most be, mert amúgy is valószínűleg kisebb helyet foglaljon. Okay. És akkor kellene nekem egy csontkés. Hol a csont? Komolyabb mondom, bak vagyok. Hol van a csont? Te, nem vettem fel csontot. Hol van a csontom? Ja, így, anyád.
Jó, igazából egy ebből valószínűleg elég lesz egy darabig. Jó, srácok, okék vagyunk. Na menjünk a ház fele, jó? Ez jó van, ezt jól megúsztuk ezzel a farkassal. Nagyon nem szeretnék meghalni, nem örülnék neki. Úgyhogy ezt próbáljuk meg ezt megvalósítani. Akkor az lesz a letelepedési zónánk, az a ház. És igazából onnan fogunk akkor túrázni. Hát nem tudom, ott akkor igazából építhetném is azt a házat majd, ugye? Tudnám megcsinálni magam kényekedvére. Kényekedvér! Hülye vagy képő? Ezek a farkasok, ezek szarok. Amit nagyon gyorsak. Meg ugye random helyen mindenhol előfordulhatnak ezek szerint a vadonba. Gondolom ugyanúgy, mint a keselyük. Na, akkor ezt ki kéne, meg kell nézni ezt a helyet. Ugye ez kőépület, úgyhogy ez egy jó dolog. Ezt az ajtót hagyom. Van itt valaki vajon? Van forge, ugye? Nagyon jó. Új, és itt... Aha, alvó zombi hegyek. Jó van, gyerekek, kicsit. Meg is halt. Meg is halt, jó. Elkölthetek 5 darab skill pontot. Gyere, gyere! Az én házam lesz, nem a tiéd. Kómába vagyok! Masszod meg az eget. Ezt nem akarom elhasználni ezt a raktapaszt addig. Amíg nem vérzek, meg nem vagyok nagyon szar állapotban. Te ne verd szét az erkélyemet, hülye gyerek. Most megdög lesz. Mondjál úristen itt, barátom. Rendesen para, gyerekek, rendesen para ahhoz képest, ami már a végén volt ez alatt, ugye? Jó. Hoppa, a forge az máshogy működik? Jézus Isten. De ez most mi? És mi a forge, csak ilyen lutolható? Jééé, te csaj! Mondjátok, hogy ez itt volt az előbb is. Kicsit félek, hogy beszporolja ide a zombikat. Azon gondolkozok, hogy ezt ne rakjam le ezt a blokkot. Ide dobom, gyerekek. Lehet, hogyha valamit véd a zombi spawn ellen. Nem tudom. Igen, és meg kell védenem mindjárt. Jó, el is kezdem csinálni. A wood frame máshogy néz ki, de jól néz ki. Csinálj. Gyerekek, nagyon sok kell belőle. Ez zárva van. Valószínűleg befalazom. De jó, mi az? Zombi hegyek, ott egy zombi, hülye zombi. Na jó, egy kicsit lutolunk meg. Szedünk cuccokat. Ne! Pont tojás volt benne. Ott mi az? Ott egy ház. Ja, az volt az a ház. Aha, jó, akkor jó helyen vagyunk, jó. Az volt az áld, amelyik az út mellettén, meg itt örülök neki, az közben meg ott jöttem el mellettem. Ugye. Szerek fát! Jó sok kell. Az a baj, nem tudok sokat szedni egyszerűen. Be akarom magam védeni teljesen ott. 13 az nem lesz sok. Veszély, várja. Még mennyit tudok csinálni most? 8-et. De nagyon lassan csinálja mi? Majd adja. Nagyon keveset ad. Nem értem azt a forge-ot, azt, mert nem én csináltam, azt már csak lootolni tudom. Régebben az nem úgy volt, hanem használhattam is. Hm.
Jó, szerek követ is. Most nem akarom elkölteni, valószínűleg el tudnám, ugye, hogy tudnék jobb baltát, mert ugye már szintet léptünk, de most egyelőre nem az a fontos, hanem az, hogy gyors alapanyaggyűjtés. Remélem, hogy nem spórolta vissza a zombikat oda. Na jó, oké. Megyek be. És akkor kicsit megnéz. Várjátok, ízlét nem tudok bohót csinálni. Mennyit tudnék? Négyet? Mim hiányzik, ja? Jó. Nagyon kevés. Jó, ne ott egy olyan keselyű. Jó, megyek be, azt be is falazom magam úgyis. Nem jön, nem bontja a falat. Jaj, nem, ott egy zombi is. Hogy rohadj meg! Az a keselyű nem, a bassza meg. Meg újabban nincs célkeresztje, vagy mi a szar? Viszont a hangja marha jó lett a Baurnak. Jó van, keselyű elől elmenekülünk, basszus. Na, na, jó. Most egy kicsit zavar. Hogy ezek miért spórolnak újra be? Főleg úgy. Főleg úgy miért spawnolt be, hogy itt leraktam még azt a izét is, szart is. És akkor most megint tele van itt zombival minden? Beszpawnolt egy zombi gyerek, ott feküdt egy, vagy mit tudom én, most ezt nem tudom, hogy van. Valamit hallok, rohadt élet. Jó, mindegy. Farkas. Nehogy már nincs fám, érted ennyi után. Az azért kemény, nem? Hallod, annyi után nem volt fa. Ez para lesz az éjszaka, gyerekek. Jó, annyi fám nincs. Vártad ott az asztalt. Én meg még azt hittem, hogy mi van. Lezárjuk ezt a részt mindenképp. Kicsit nem látok ma. Valami szütyögnek, esküszöm. És nem tudom felupgrade-elni, viszont ezt szerintem ezt el fogom mondani, ezt a részt. Jó, rakjuk ki a fákját legalább, vagy valami legyen.
Hát nincs oda, basszus, nincs fénye. A farkas morgás, meg ilyen hülye hangok vannak, gyerekek. Jó, hát ez szerintem itt lesz. Ezt akkor megpróbáljuk, nem tudom, nem, megpróbálunk túlélni. Nem kéne osztanom a pontot, hogy jobb fajtát tudjak majd csinálni. Nem tudom ezt feljavítani. Annyira kevés a izé. Ja, meg van kettő gyertya, ugye? Egyet nem szereztem valahonnan? Vagy álmodtam? Vagy mi van? Lehet, hogy álmodtam. Jó, itt elkezdem bontani egy picit. Egyébként, ha Google-ba ütöm, akkor halkabb. Ja, azért lehet így fát szerezni. Itt be ezt elrekordtam, ezt a lépcsőt úgy bontani mindenképp, hogy legyen nagyobb helyem. Nem, nekem ez bejön ez a rész, bejön ez a, bejön ez a ház. Ugye elég távol van mindentől azért. De még nem haltunk, kopogjuk le. Megpróbáljuk megoldani, hogy ne is halljunk meg. Nem tudom, hogy sikerül majd. Szerzek egy kis fát, ezt befalazom azokat a lukakat. Ne lássanak be. Még kellene fa. Ezt is ki akarjuk. Igen, ezt a házat, ezt meg szeretném tartani magamnak. Bejövős, tetszik, tetszik maga az épület. Kéne ötszer csinálnom. Fent van ágy, majd nappal kimegyek. Nappal majd kimegyek. Nyüsszög egy kutya, bazzed, a rohadt életbe. És kívülről megnézem az egészet. Na, várjatok, itt mi ez a sokszor. Amiket nem használok. Ja, meg kéne csinálnom egy izét is. Kéne csinálnom egy ládát, majd mindjárt. Ja, vannak itt dolgok, úgyhogy ebbe tudok pakolni. Jó, nem kell ládát csinálnom, gyerekek. Fával marhára sporolni kell ebbe a játékba. Legalábbis itt az elején. Nem bontjuk a lépcsőt, lesz itt egy nagy helyük még. Undetected vagyok, jó, jó az. Most futkozik egy kutya, de ezt most miért nem értem, ezt miért nem akarja upgrade-elni. Na, mindjárt megoldjuk. Jó, van, jó az így, egyelőre. Jó, srácok, figyeljetek, 20 óra, hú, kéne kapcsolnunk egy izét. Campfire-t, ide berakom. Az ott, hogy tök full lenne. Ha nem tudok mit hova rakni. Oké. Megvan a campfire-om is. Ajtót is majd kitörjük persze, hogy tudjak rajta közlekedni, de egyelőre most még nem fontos. Ezeket át kéne néznem lassan. Na igen, van hűtőnk. Kaja. És van hangja a hűtőnek, rendesen morog, de jó. Majd kaja pia. Szüttőbe való. Na ezt például nem fogom hordani magammal. Ez viszont elrakom, mert hátha. Ezt is ide rakom, ezt is. És egyelőre akkor a az egészségügy csomag dolgok is itt lesznek. Azt viszem magammal, és akkor ez így jó is lenne. Ugye? Na, hát akkor a bedrollt azt már nem akartam berakni. Bedrollt. Ezt le is rakom. Ott lesz a sarokban az ágya. Jó, elég is egy darab, ugye? Oké, gyerekek. Jaj. Igen, és akkor mutatja is, hogy hol van. Ah, nagyon közel van a izé, figyeld! Nagyon közel van a bolt. Az a jó dolog, ugye, csak nekem nincsen semmi pénzem, szóval annyira nem kéne erőltetni még a boltot. Kicsit még koválok, éjszaka előtt el fogok búcsúzni.
És akkor onnan fogjuk folytatni ám. Jobban néz ki a wood frame, tök jó, tetszik. És akkor ugye majd azt fogom csinálni, hogy felupgrade-elem ezeket, vagy kicserélem ezeket ugye a fákat, meg ez, hogyha lesz ugye köve. Nem olyan rossz, nem lesz ez olyan rossz, érzem különben, hogy megoldható az egész project. És tudom, filózok, ezt a téglát fel tudom upgrade-elni valamivel, de szerintem igen. Úgyhogy az meg megint jó lesz. Jó. Jó lesz szám ez, gyerekek, jó lesz. Mi az? Hát egy luk. Itt ezeket akarom még egy kicsit felupgrade-elni. Igen, meg ezeket följebb tudnám húzni, ugye? Erősebbek legyenek. Úgyhogy ez lesz szerintem. Hát mondjuk éjszaka, basszus, írtátok, hogy, vagy írták, ugye a patch notesbe, hogy éjszaka, nem baj, hogyha nem zöröksz. Jönnek a zombik, mint a buzik. Jó van, szerintem elbúcsúzom. Köszönöm szépen a figyelmet. Remélem tetszett a videó. Akkor itt csinálunk egy ilyen kis ideiglenes telephelyet, megpróbálunk túlélni minden körülmények között, és innen folytatjuk akkor a dolgokat. Na, köszi szépen, hogy itt voltatok, jók legyetek, császtavok!